készítettünk egy hatalmas gabonasiklós terráriumot, hát ez így fest. Itt van egy hátfala, meg itt van még egy oldalfala. Természetesen ez így néz ki, tehát ez egy fekvő terrárium lesz. Ez egy hatalmas 120-as vagy 140-es, ha jól emlékszem, és 60 magas. Most jön a dolog nehezebb része, kézbe felvisszük a harmadik emeletre. Na lássuk, hogy hogyan sikerül. Ja, és készült hozzá egy itató, ami így néz ki, hát ebből lehet inni. Na már kiemeltük félig, ez már valami. Na szóval itt látjuk a gabonasiklót, most ebben a pillanatban ekkora kis terráriumban van. És itt az új terrárium, mint láthatjátok, az egy picivel azért nagyobb. És megvan a helye is kialakítva, úgyhogy ide fog nem sokára felkerülni, aztán természetesen még be lesz rendezve. Ez gyönyörű, így fog kinézni. Gyönyörű. Vélemény, tetszik. Nagyon szép. Tetszik, örülök. Szuper. Hát ebben jól fogja magát érezni az állat. Ez biztos. Ugye alatta itt van a fűtőkábel, illetve itt lesz a kerámia izzó, kis világítás kap. Gyönyörű lesz, hogyha ez be lesz rendezve. Beleteszem ezt ide. Majd küldök képet, hogy jó. Mindenképpen. Ja igen, és akkor még itt van az itatótál. Feltételezem, hogy inkább így. Hát ezt ahogy tetszik, igen. Igen. Hogyha valaki szeretne egy ilyen terráriumot, akkor sunnyterra.hu. Sziasztok! Jó lesz az ott. Jó lesz az ott, persze. Hát dekorelem, és akkor még alá egy kis kókuszrost. És akkor még oda jön a bújó, nekik a mostani, az teljesen jó az a... Aha, az teljesen jó méretre, igen, ami mostanin van, így van. És akkor kész. És akkor majd föltöltöm, már ott van kint a zsák kókuszrost. Királyság, jó van.